A fenntarthatóság az eddigieknél is fontosabb szerepet kap a Nemzeti Alaptantervben. A jövő generációjának egyik legnagyobb kihívása a környezetvédelem lesz. Az oktatásban fontos változás, hogy akik 2023. májusában érettségiznek, már fenntarthatóságból is vizsgázhatnak. A fenntarthatóság ugyanis bekerül a választható érettségi tantárgyak közé, a tankönyvek és a segédanyagok már rendelkezésre állnak, amiket egyébként már az ország több száz iskolájában eddig is használtak 2021 óta, akkor került be a középiskolákba tantárgyként a fenntarthatóság. Az intézmények a rendelkezésükre álló 20%-os úgynevezett szabadon választható óra keretbe illeszthetik be a fenntarthatósági órákat, a későbbi célok között szerepel, hogy a fenntarthatóság az általános iskolai oktatásba is bekerüljön.